Tavasztól bővelkedik a természet hasznos gyógynövényekben. Aki nyitott szemmel jár, a parkban sétálvos gyönyörködhet például az akácban vagy a házban, amelyeknek az illatuk is magával ragadó. Mi itt a stúdióban már gyönyörködünk például a bodza illatban. Az esztétikai szempontok mellett az egészségünknek is jót tesz, ha fogyasztunk belőlük. A felhasználási módokról dr. Korózs Erika természetgyógyásszal beszélgetünk. Köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok, Csokor. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Most hát említettem a felvezetőben már, hogy most a leginkább virágzó növények, ugye az akác és a hárs, de mik azok a növények még, amiknek most szezonjuk van? Az akác az egy-két hete elvirágzott már, de azért érdemes róla beszélni, mert egy nagyon hasznos gyógynövényünk az akác virága, és a méhek is nagyon szeretik. Az akác méz, ha jól tudom, hungarikum is, és egy gyönyörű méz, amit nagyon jól fel lehet használni külsőleg is akár sebb gyógyításra, de belsőleg a teákhoz keverve nagyon finom és hatékony, hasznos mézről beszélünk. Itt azt szeretném elmondani, hogy ha mézet teszünk a tejába, akkor mindig langyosra hűtsük le a teját. Ne kövessük el azt a hibát, hogy forró teába tesszük, mert tönkre tesszük a mézet. Elbomlanak azok a hasznos, bioaktív anyagai, enzimei, amik egyébként benne vannak a mézbe. Nem szabad fémmel, ezt már megtanultam. Igen, igen, ezt is mondják, ám bár azt is mondják, hogy ezek a korróziómentes fémek, ezek nem lépnek már reakcióba, de inkább én is úgy vagyok vele, hogy fémet ne. De fa és vagy műanyag? Így, hát üvegbe készítsük el inkább. És a szűrő, ja, hogy a kanál, a kanál se legyen, igen, meg ne fémszűrővel szűrjük le. Igen, igen, ezt tanács. Az akácot, azt mire tudjuk mi magunk használni? Hogyha... Hát az akác virágát, hogyha megszárítjuk, akkor... Azon kívül, hogy nagyon finom, nagyon illatos, és minden teát egy kicsit meg lehet vele bolondítani, a legismertebb tulajdonsága, hogy a savcsökkentést véghez viszi. Nagyon sokan küzdenek reflukszal, azzal, hogy esetleg gyomorfekélyük van, nyombélfekélyük van, és ő nekik nagyon hasznos tud lenni. És akkor itt a virágot kell kvázi leforrázni? Igen. Nem énekeljük, hogy lila akác, hanem mondjuk... A megszárított virágot. Megszárított virágot kell forrázni, és azt mondja, hogy te akár. Ha a savcsökkentésre akarjuk, akkor az esti étkezés után ígyunk belőle egy csészével, és kúraszerűen. De az akác nagyon jó még köhögés csillapításra, köptetőnek, megfázásos betegségeknél nagyon jól használhatjuk. Van egy enyhe hashajtó hatása, vízhajtó hatása is, de talán amire a legtöbbször használjuk, ez a savcsökkentés. Csak a többi hársfa, a hárs, talán... Hát a hárs az most virágzik, az egész város illatos tőle, Egerben rengeteg hárs van, ezt nagyon jól csinálják, hogy most is hársfákat ültetnek sok helyre. Azért is nagyon jó, mert úgy nézem, hogy nincs betegsége a hársnak. Ugye sajnos nagyon sok fának van most már betegsége ugye a éghajlatváltozás miatt, de a hársok mind egészségesek. A hársot megtalálhatjuk a bükkbe is, a kislevelű hárson elsősorban a bükkbe. Ne gyűjtsük a városi fákról a hársot, azt javaslom. Nagyon hasznos gyógynövényünk a hárs is. A kis levelűt és a nagy levelűt gyűjtsük, csak a virágát gyűjtjük a murva levéllel, és olyankor, amikor még nem virágzott el, hanem még van bimbó is, meg van még rajta, tehát már kinyílt is van rajta. Nagyon óvatosan szárítsuk, és amikor megszárítottuk, akkor a murva levélről le kell morzsolni. És mire? A hárs mire? Hogy jó, igen. A hárs az... Minden ilyen köptető, urutos keverékbe, influenzás tünetek csökkentésére, orváladék csökkentésére, és egy nagyon jó izzasztó tea. Ez azért is szeretném elmondani, mert a bodzáról is majd beszélek. A bodzával együtt van egy nagyon jó kúra. Összekeverjük a bodzát meg a hársot, és körülbelül 2-3 evőkanállal fél liter forró vízzel leforrázzuk, befekszünk az ágyba, jól betakarózunk, és kiizzasztjuk magunkat, ha érezzük, hogy jön a... Valami. Igen, igen. Igen. Akkor úgy ki is megy belőlünk, nagy esélyünk van rá, hogy ki is izzadtuk a betegséget tulajdonképpen.
A hásról nem mindenki tudja, hogy a légúti betegségeken kívül a gyerekeknek, időseknek, nagyon jó idegnyugtató, álmatlanságban szenvedő, nehezen elalvó gyerekeknek, időseknek este érdemes inni egy csészével, vagy gyereket fürdetni benne például. Nagyon egy kis citromfű. Na majd amikor cirkuszol a gyerek, akkor berakjuk a ízét. Kakukkfűvel keverve, ugye a kakukkfű immunerősítő, és pici gyereket is meg lehet fürdetni így. De. Viszont idősek ne igyák üdítő helyett a hársat, meg a szívbetegek is ezzel az izzasztókúrával azért vigyázzanak, napi egynél több ilyen izzasztást ne csináljanak, tehát azért óvatosan bánjunk vele. És akkor jöhet a bodza, amit illatozik. Az is most virít, és most élvezzük az illatát, az erdő tiszta bodza illatú most. A fekete bodzáról beszélünk, ugye ez a gyógynövényünk, ne tévesszük össze a gyalogbodzával, ami mérgező, de nagyon nehéz lenne összetéveszteni tulajdonképpen. Tudom, köhögésre azt szoktam inni. Igen, de inkább a köhögésre akkor keverd össze kakukkfűvel, utifűvel, tehát inkább keverékbe, erősíti ezeknek a teáknak a hatását a bodza. Nagyon jó tulajdonsága, hogy enyhe hashajtó hatása van, amit a terhesek is, és a gyerekeknél is ki lehet használni. Ezt kevés teafűvel lehet a terheseknek, gyerekeknek is adni a bodzát. Vízhajtó hatása van a bodzáknak. Tisztító teákba nagyon jó beletenni például, mert így a bőrön keresztül is hajtja a méreganyagokat. Nyilván az a legjobb, hogyha mindig friss és úgymond nyers anyagokat használunk fogyasztás előtt, de látjuk, hogy itt hoztál magaddal szárítottakat is, illetve cseppeket, tablettákat, ezekről is mesél nekünk, kérlek. Ezekből a gyógy teákból, gyógyfüvekből, ugye a praktikum miatt készítenek, nem csak megszárítják és teának, mert nem biztos, hogy mindig olyan helyzet van, hogy valaki le tudja szűrögetni, mert dolgozik, vagy elutazik, vagy úton van, vagy... És akkor csinálnak mindenféle kivonatokat, száraz kivonatot, ezek a javallat termékek, vagy csinálnak alkoholos kivonatot, akkor ezek cseppekbe fordulnak elő. Vagy például a borsmentánál megemlíteném, hogy olyan kapszulát csináltak belőle, hogy a gyomorsav ellenálló, és így csak a vékonybélbe oldódik ki belőle a borsmenta, és ugye nagyon sokan szenvednek ettől a bizonyos irritábilis bélszindrómától, vagy amikor a vékonybélbe elszaporodnak a baktériumok, és így ez pont oda jut, és ott fejti ki a hatását. Egy teával nem biztos, hogy meg tudja ezt csinálni, hogy pont ott annyira töményen kifejtse a hatását. Úgyhogy ilyen praktikus okokból csinálnak belőle mindenféle kivonatot, megkészít. Mint hogy a mentát például fokrémekhez keverik, ilyen. Szájvízhez keverik. Mi például gyertyán szoktunk párologtatni különböző illóolajokról ugye nem is beszéltem, igen. Erika, azt azért szerintem muszáj elmondanunk, hogy nem minden gyógynövény használható folyamatosan, ugye, ezek így van, közül, így van. De hogy melyik pontosan mire jó, vagy milyen betegség, azt érdemes természetgyógyásszal megbeszélni. Igen. Tehát azért saját kútfőből. Tudunk árokat is okozni akár gyógynövényekkel is magunkban. Így van, tehát persze, hogy tudunk. Tehát egyrészt ugye a legtöbb gyógynövényt, ha magába isszuk, akkor 4 hétig szabad inni. Ha keverékbe isszuk, egy keveréket, azt 6 hétig szabad inni általában. De szerencsére olyan sok gyógynövényünk van, hogy 6 hét után ugyanarra a nyavajára tudunk csinálni egy másik keveréket. És utána majd 6 hét múlva megint elővehetjük azt a keveréket. Hát, és reméljük, hogy 6 hét után már nem lesz szükség. És az is, így van. Akkor valóban azt, Erika, azt szerintem elmondhatjuk hogy a végére, hogy minden problémára, legalábbis megelőzésnek van receptje a Isten tulajdonos kertjében. Van olyan betegség is, amire konkrétan jobbak a gyógynövények. Nem sok minden. Például ezek a felső légúti betegségek, nincsen gyógyszer jobb ettől. Gyógyszerész is vagyok, és ezt merem mondani. Vagy ezek a puffadás, tehetségérzet, itt is általában a gyógyteákkal nagyobb hatást lehet elérni. Hát Erika, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, még annyi mindent kérdezni. Bevezetett el minket ebbe a világba. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen.